A helyi és állami közigazgatás, valamint az állami számvevőszék között kialakult rossz viszonyon változtatna az a tervezet, amely a számvevőszék működését szabályozó előírásokat módosítja. A helyi településvezetők szerint a közpénzügyek átláthatóságával és eredményes felhasználásával foglalkozó szervezet egyre ellenségesebbé vált a helyi önkormányzatokkal szemben. A szenátus döntőházként fogadta el mai ülésén a számvevőszék működését szabályozó módosításokat. Az egyik ilyen jelentős változtatás, hogy az önkormányzatoknak, állami intézményeknek esélye lesz kijavítani az észlelt rendellenességeket, még mielőtt büntetőeljárást indítanának ellenük. Az RMDS által javasolt másik fontos módosítás értelmében a számvevőszék éves jelentésében feltünteti a gyakori, hasonló eseteket, és javaslatokat fogalmaz meg annak érdekében, hogy szabályszerűen bonyolíthassa le minden közintézmény a közpénzből finanszírozott beszerzéseket, befektetéseket. Ugyanis nem minden esetben szándékosan történnek ezek a közpénzeket illető problémák, ezért igenis a számvevőszéknek az az első számú feladata, hogy együttműködjön, ne ellenséges legyen, hanem szakmai tanácsadással is jöjjön az önkormányzatok segítségére. Antal Lóránt hozzátette, az önkormányzatok egyszeri alkalommal véleményezést kérhetnek az ellenőrző intézménytől a közbeszerzési folyamat beindítása előtt, elkerülve ezáltal az utólagos büntetést. A tervezet továbbá azt is előírja, hogy az uniós gyakorlathoz hasonlóan az intézmény igazgatóinak mandátuma legtöbb 8 évre szólhat. A tervezet az államelnöki kihirdetést követően léphet érvénybe.